Mai napon felkerülnek a papucsok zöld szörnyetegre. Mint látható, a fenék már le vannak festve. A régi 17 éves gumik azok kaptak az élettől. A festék került most leginkább rájuk, mert a felnés estésnél nem igazán vettem figyelembe. Jó repecskesek már, csomó helyen itt is látszik. Meg itt a festés miatt talán már nem annyira látszik, de itt végig körbe van repedve, ott talán egy picit mutatja. Hát ezt le kell cserélni. És itt benn már meg is van az új. Itt talán jobban fog látszani. A régi az 225 per 75 R15, az új pedig 235 per 75 R15. Hát felkerültek az új papucsok. Láthatóan azért sokkal szebben, jobban kitöltik a rendelkezésre álló helyet. Sokkal tökösebben néz ki az autó ezekkel a kerekekkel. Az új gumik azok orosz gyártmányúak. Egy kicsit ilyen büdzsé megoldás lett. Ez a Forward Professional 520 márkájú guminak a barázdátsága is azért hát elég komoly. Nem tudom, egy ilyen 12-3 centinyi hús azért biztos van minden egyes bütykön. Pillanatnyilag ugye látszik is, hogy teljesen új. A négy gumi közül ez az egy érkezett ilyen szőrösen. Még valamennyi van is rajta. A többi az nem volt ilyen. Ez nem tudom, ilyen gyártási bizonytalanságról árulkodik. Mérírásra feliratot keresek éppen. Van rajta az is. Amúgy négy évszakos all season gumiról van szó. Az a terv, hogy nem lesz nagyon tél-nyári cserélgetve. Ez ugye jár némi kompromisszummal, mert hát gondolhatjátok, hogy ezekkel a bütykökkel azért szól. 70-80-nál azért erőteljesen hallani már. Viszont azt várom tőle, hogy tényleg most a körülmények között is, hogyha lesz még Magyarországon valaha hó, akkor abba is el fog menni. Jó finom, puha az egész. Szerintem télen nem lesz ebben probléma. Attól tartom egy kicsit, hogy talán nyáron talán nem fog elnyalódni olyan hamar, hát ez ki fog derülni. Szóval most nagyjából 0 kilométeresek, mindegyik kérte a súlyt rendesen. Itt is van rajt, hát azt hiszem 90 gram. A legtöbb az 105 volt, amit fel kell rátenni. Kaptak új kerékcsavarokat is a kerekek, mert ezek az anyák, amik hozzájártak. Ezt talán meg is tudom mutatni. Ezek az új kerékcsavarok, ezek most így egyenyagból készült, normális. Azt hiszem, hogy nem metrikus csavarok ezek, nem volt egyszerű beszerezni őket. A régi az nagyjából így néz ki. Van egy ilyen belső része, ez 18-as, és ezen van egy ilyen palást lemez, ami 19-essé teszi őket. Hát ez jellemzően lejár róla. Már az előző tulaj rendesen megnyektette a 18-as csavar 19-es dugókulcsa, úgyhogy le van nyalva, mint az állat. A menetek is elég szarok voltak, úgyhogy már érett a cserére. Egy kicsit talán biztonságosabb, meg hosszabb távon rendben lesz. Na, hát készülök egy tudom én 1000 kilométeres tesztre, utána még megnézzük, hogy hogy szuperált, mennyit kopott, milyen tapasztalatok vannak vele. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, lájkolj, hozd meg, kommentelj, amit tetszik. Viszlátok közelebb!